Sziasztok! Egy veterán autó találkozón vagyunk, és itt van velem Zolán. Sziasztok! Híres ember. Első ezen a néven. Gyertek velem, mutatok valamit az egyik autóban. Ebben a Dodge-ban elől hárman lehet ülni. Nézzétek ti is meg. Nagyon tetszettek nekem régen, amikor az amerikai filmben láttam, hogy ezekben a Verdában hárman lehet előülni, és rohadt jó, nagyon kényelmes lehet előülni, ugye? És ez is volt. Az ott meg a Dodge. Megnézem ezt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi autót. Ez egy Chrysler, ahogy elnézem. És az érdekesség, hogy ott hátul meg csimbokok is vannak. Ezeket hívja az elány csimbe. Az Ez itt Szörnyel a de Frásznak fehér változatú autója. Még nem hallottam erről a márkáról, de biztos híres lett. Na, és akkor nézzük is meg a katonai feelingű járművet. Ez egy Chopin márkájú teherautó, és az az egyik érdekesség, már több van, hogy én katonai táborban ültem egy másik fajta Chopinben, és azt is megmutatom. Ilyesfajta Chopinen ültem. Na, akkor nézzük is meg az oldalát és a hátulját. A Chopinnek itt az oldalán szinte alig lehetett levegőt kapni, csak szinte csak itt volt kinyitva ez a része, meg a másik oldalon, meg ott a tetején ki lehetett ott nyitni. Amikor én gyerek voltam, akkor ilyenek voltak a rendőrautók, mint itt mögöttem ez a Lada. Azt utána később jelentek meg az Opelek, aztán jóval később azok, amik most vannak. Tehát a lényeg az, hogy gyerekkoromban ilyen Ladák voltak a rendőrautók. Van benne egy ilyen aranykártya, ott, innen vett fel. Van ott előle, amit most apa nem tud felvenni, mert nem lehet lenyitni az ablakot. Ott elő van egy olyan aranyszínű kártya, amire rá van írva, hogy muzeális jármű regiszter. Mégiscsak fel tudja venni apa. Én igazából annyira nem vagyok megelégedve a rendőrautóknak a kinézetével, de ez a Nissan, ez kimondottan jól néz ki. Igazából, mert én szeretem a terepjárókat, meg a Nissant, és ez most így jól van ráhelyezve, meg ott fönt, ott van egy csomó ilyen kihangosítószerű cucc, és azok is ott jól néznek ki. Fogd meg! Ja. Fegyverek! Ezeket szerintem meg lehet nézni. És akkor megtekinthetjük a régi katonai fegyvereket. Úgyhogy a csigatáros? Mert a belsejében így vannak felburkázva. Én azt hittem, hogy dobtárosnak hívják. Csigatáros? Is. Meg dobtáros is. Hát most egy nagyon furcsa járművet találtunk. Nekem tippem van, hogy mi ez, de fogalmam sincs igazából. Úgyhogy most megkérdezzük itt valakitől, hogy ez mi lehet itt mögöttem. Ez egy első szériás 64 éves BMW Isetta. Kinyitod, légy szíves? Kinyitod. Ez olyan autó, úgy néz ki, mintha ez lenne a hátul. Aha. Standard, ez az első széria. És... Mennyi van az ország?
18 darab, körülbelül ugye állapottól függően, aminek tudtam, ha van papírja, az 3. És abból ő a harmadik. És te ezzel simán mész forgalomra? Igen, tehát mennék én, csak még szokom. Tehát még egy-két beállítási hibája van, de azon kívül működik, tehát üzemképes. Azt néztem, hogy van rendszám. De van rendszáma is, igen. Motorkerékpár oldal kocsi névem van nyilvántartva. De motor van? Motor van, igen, egy sima, egyszerű R23-as 250 köbcentis. Egy henger, 4 ütemlánc, hajtás és léghűtés. Kinézetre meg motorra másabb. Aha. És a 600-as az meg ugyanez, csak hosszabb kivitel, és akkor az már 4 személyes. Honnan jött, hogy te szeretnél ilyen? Hát onnan, hogy volt sok veteránunk, és rájöttünk, hogy inkább egybe investáljunk bele, mert az mégiscsak egy az jobb. Amikor megvettük, akkor tudatosult bennünk igazán, hogy édesapám ebbe 18 éves korában ült. Mert az akkori tulaj ezzel járt diszkóba. És akkor eltűnt, és egyszer megint rátaláltunk egyre, és megkaptuk a papírokat, visszanéztük, és ott láttuk a nevet. Az a jó, ebben az autóban ez úgy jön, mintha menne. De tényleg, ugye? Ahogy... Nagyon fura. Na, vedd fel a zenéket. Na és akkor itt találkoztunk is egy sztár vendéggel, akinek a neve? Yoda. És illik a színe az autóhoz. És elérkeztünk ahhoz a részleghez, ami nekem kicsit szívem csücske, ugyanis életem első autója egy Trabant volt, 2 évig. Mikor Egerbe jártam főiskolára, akkor Trabanttal jártam, és ugyanilyen volt, csak fehér színűben. És a durva az, hogy 601 speciál limuzin volt a Trabantomnak a fajtája, és azon vicceltem, akkoriban a 600-as Merci volt nagyon menő, hogy az én Trabantom egyel jobb, mint a Merci, mert nekem 601. És itt van a Volkswagen jelben egy Ghostbusters-es szellem. És ez tök jó pofa. Találkoztam az úriemberrel, aki ez a kék-fehér Trabant. Honnan jött neked ez a dolog? Anyagi megfontolásból lett az első véve, és akkor utána így elromlott, és lett véve még egy Trabant. És eznek vagyunk baja lesz, leszünk még egy Trabantot. Sőt, ha nem lesz baj, akkor is veszünk még egy Trabantot. És hogy, mert én annak idején eladtam a Trabantomat, míg a bővült a család, és te úgyhogy mégis megtartottad. Egyre értékesebb, ritkaság, kultikus. Tetszik, tessék, ott van az élő példa. Ilyen hangja másnak nincs. Nyugtass meg, azért Trabanton kívül van más autó. Van, természetesen. A családnak van másik autó. Ez én részemre van fenntartva. De ezzel jársz mondjuk napi szinten dolgozni? Igen. Ami most itt van, ez a napi szinten használatos. Asztal! Ez mindennapos használatban van. De jól néz ki. Igazából a katonai táborban is volt egy csomó ilyen márkájú autó, csak nem tudom mi ez, és itt le is van törve. De ilyenben még ültünk is ott. Közben megfejtettük, hogy ez a kiváló világmárka, amiről Zalán nem tudta, hogy micsoda. Ez az UAZ. És ott a Trabantom, olyanom volt nekem, pont olyanom. Na, konkrétan ilyen autóm volt, még a rendszámára is emlékszem GNU 474, csak az enyémben sportkormány volt, ebben meg sima kormány van. Amikor mondtam, hogy sportkormány volt az én Trabantomban is, hát nem konkrétan ilyenre gondoltam. Nem pont ilyen sportkormány volt. Na azért ez már keményebb ez a verda. Gondoltuk arra, hogy fölveszek a motorokat is, de ennyi motor a világon nincs, amennyit mi itt láttunk, úgyhogy... Van Galú, a fémkutya, nézd, biciklilánc, meg ott is biciklilánc. Igazából aminek apropóján jöttünk mi erre az egészre, egy ismerősöm gyerekkori barátomnak a hajója, amit ő épített a kettő kezével. Vett egy veterán hajóvázat, és aztán hozzáépített mindent. Úgyhogy igazából emiatt jöttünk, aztán a Trabantoknál én leragadtam, de végül is megtaláltuk ezt is.
kéne a közelebbit, meg messzebbit is, hogy látsz. Közelebbit is, igen. Hogy csinálok egy messzebbit is. Tessék megnézni, hogy jó lesz. Jó. Többet csináltam. Köszönöm. Nagyon szívesen. Leszenetem, hogy ez magadnak készült csak. Nem, ez van ez YouTube-on, híres ember. Na, mit mondjak róla, hogy na, ez egy 69-es Citroen, ahhoz képest, hogy a hátulja nem olyan nagy, ahhoz képest az eleje tök jó. És tök hosszú. Van, az a ráj. Úgy néz ki, végeztünk az összes járművel, úgyhogy elindulunk hazafele. Tetsz ez alán? Ja, nagyon jó volt, mert én konkrétan én autószerelmes vagyok mindegyikbe, aztán az most így jól esett nekem. Útközben sokan megállítottak, hogy ez a YouTube-ra megye, mondtam, hogy igen, híres ember néven, de ez most nem lesz egy vicces videó, azt mondták, nem baj, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy látják-e, megnézik-e a videót. Nagyon sokan kérdezték, úgyhogy remélem megtaláljátok a videót. És még hallottam is, hogy az egyik gyerek mondta a bátyának, hogy kérdezd meg, hogy mi a neve YouTube-on, és feliratkozik. Csak aztán elmentek mellettünk. Nem kérdezte meg a nevemet. Ő nem kérdezte meg. Úgyhogy... Nem blogoltál, azt mondja. Ja, bocs. Találkoztam Attilával, aki ez a tündér cuki kutya, és a Szentesről, az állatmenhelyről, a híroz állatmenhelyről fogadta örökbe ezt a kutyát. Az anyjával és a testvéreivel együtt ki volt dobva, 3 hónapos a kutya, és most örökbe fogad egy Staffordshire terriert, aki meg egy bálazsineggel volt kikötözve egy fához. Szóval azért nagyon-nagyon sok ilyen eset van még mindig, és nagyon örülök mindig, amikor ilyen emberrel találkozom, aki örökbe fogadja a kutyákat. Úgyhogy továbbra is azt szeretném, hogy mindenki fogadja örökbe, és ne csináljatok ilyet, de tényleg megkötözzétek ki a kutyát, meg ne dobjátok ki őket. Én olyan látnok vagyok, hogyha most sikerül, akkor elteleportálok titeket egy fekete feliratos zenélős helyre. Na figyeljétek! Iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót, és lájkold! Látjátok, mondtam én, hogy látnok vagyok, de igazából ez egyszerű alkalom volt, hogy ingyen csináltam, szóval